Ujj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 
Kell, ha ne ébredjem fel. Ó, ne, majd csendben leszek. Bocsi. Ők csinálták az itt a végét. Eladtuk a házat! De még nem adták el. El kell adnunk, hogy kifizessük a kertvárosi házat. Van egy 30 napos átfutás, és ha az alatt nincs gond, akkor mehet. Hát itt meg mi a figyfene folyik? És a rossz szomszédságot. Hello, a szomszédból. Üdv a kappanóban. Ez egy görög étterem? Nem, egy lányszövetség. Nem igaz, hogy egy lányszövetség jött a szomszédba. Mit csináljunk? Talán nem lesz gond. A lányok többnyire csendesek. Nem kemény drogoznak. És sokkal okosabbak. Hol vagyok? Jaj, ne! Megöltem egy lányt! Fájdalomcsillapítót szedek! Kappanó! Olyan kell, aki ért a hülye fiatalok nyelvén. Szomszédok, zárjuk be a szarbazárt. Jók az álcáitok, te tök pszichopata vagy. Ez egy bohóc, az emberek imádják. Ezzel állj le, öreg! Hamarosan! Szét akarják szedni a szövetséget. Van egy ötletem. Dobjuk be a légzsák trükköt. Nem fog beválni. A fiúknál bevált, miért nem állna be a csajoknál? Mert a fiúk hülyék. A szülők. Az új vevők nem akarnak csajszövetség mellett élni. Csináljuk, amit a szülők tudnak. Roncsuk el a fiatalok buliát! A csajtársak ellen. Nehéz lesz a zsarukat hívni telefon nélkül. Azt add vissza! Nem! Mi a? Vezetéknek hívják. Rohadt nyuggerteló! Ezek a csajok bevadultak. Adjatok béké! Fegyverként használják a szexualitásukat. Segítség! Ülés, ti állatok! Ez nem működik, így csak szexibbé teszed őket. Rossz szomszédság 2. Elég jó! Elég jó! Hamarosan a mozikban.